Akár 20%-kal is mehet olcsóbban nyaralni, aki egy last minute utat foglal szeptemberben. Nem szabad azonban ekkor sem mellőzni a körültekintést, akár külföldi, akár belföldi útról legyen szó. 15-20%-os leárazások, különböző akciók, nyárias idő. Szeptember beköszöntével a fogyasztók szinte vadásznak az egyes last minute utakra és ajánlatokra, hiszen ezekkel jelentős összegeket spórolhatnak meg az utazás során. Nem szabad azonban ekkor sem mellőzni a körültekintő magatartást, legyen szó akár belföldi vagy akár külföldi útról, akár szálloda kiválasztásáról. Az utas panaszt tehet például, ha nem olyan szobát vagy hotelt kapott, mint amilyet megígértek neki. A fogyasztónak erről azonnal értesítenie kell az utazásszervezőt, vagy azt az utazás közvetítőt, akinél a szerződés megkötötte. Ezt az utazásszervezőnek orvosolnia kell, amennyiben pedig határidőben ezt nem teszi meg, vagy ezt megtagadta rögtön, úgy a fogyasztó már saját maga intézkedhet és kérheti a felmerülő kiadásai megtérítését. Görömbeiné dr. Balmaz Katalin, a Békéltető Testület elnöke a vendégem. Jó estét kívánok, köszönöm. Jó estét kívánok. Mi a tapasztalat ezekkel az akciós vagy last minute utakkal kapcsolatban? Nagyobb a kockázata annak, hogy nem azt fogjuk kapni, mint amit veszünk? Előfordulhat, hiszen pont az a lényege, hogy általában ilyen akciók belül azok az utak kerülnek meghirdetésre, amik a normál idő alatt nem keltek el, és akkor ilyenkor inkább azok, amik már a lényeget kiválogatták, tehát a tengerpartra néző szobát, vagy egyéb exkluzív dolgot, és éppen ezért az a lényeges, hogy a fogyasztó minden esetben nagyon körültekintően nézze azt meg, hogy mire köti az utazási szerződést. Ne nagyolja el, olvassa el valóban, hiszen az utazási szerződésnek pontosan kell azt tartalmaznia, hogy mire kötötte a szerződést, milyen szobában helyezik el, az milyen egyéb feltételeknek felel meg, mennyire van a tengerpart, vagy az egyéb utazási cél által nyújtott különleges látnivaló. Tehát mindenképpen akár last minute utat foglalunk le, akár egyébként megyünk utazási irodával nyaralni, üdülni, mindenképpen a fő szempont, hogy olvassuk el a szerződést, de ne csak a szerződést, hanem az általános szerződési feltételeket is, hiszen a kettő együtt érvényes. Mit tartalmaz egy általános szerződési feltételek dokumentum? Tehát eleve azt, hogy mire kötötte az utas, hány személyre, mikor indulással, tehát a praktikus dolgokat, de emellett azt is tartalmazza, hogy a árban a szolgáltatás teljes egészében benne van, vagy pedig ha vannak fakultatív szolgáltatások, programok, akkor azért helyben kell fizetni, vagy hogyan kell fizetni. Ha utazással, utaztatással egybekötött, akkor az utazásnak a mikéntje, hogy repülővel, vagy busszal, milyen módon, igen, akkor ilyen esetben nyilván az utak költség is benne van az útban, valamint az egyéb olyan feltételeket, hogy mennyi időn belül mondhatja fel az utas a szerződést, mikor mondhatja fel az utazási iroda a szerződést, milyen jogok illetik meg az utast, ha 60 nappal korábban mondja fel, ha 30 nappal, ha 8 nappal korábban. Tehát mindaz a jog, ami megérleti az utast, amit egyébként most egy július 1-én hatályba lépett új kormányrendelet van, ami szabályozza az utazási szerződésekkel, az utazás szervező és utazás közvetítő irodákkal kapcsolatos szabályokat, amiben tulajdonképpen az új rendeletnek a megalkotására azért került sor, mert az Európai Unióban egységesítették szintén ezt a szabályozást, és ezt a magyar államnak is be kellett hozni a saját szabályozása körébe. Ami lényeges eltérés a korábbi jogszabállyal ellentétben, hogy nagyon sokat hallottunk, mert legtöbben ilyenkor beszélünk róla, amikor például kint maradnak az utasok, hogy most a
vagyoni letét biztosítás, amit az utazási irodának alakulásakor le kell tennie, az arra szolgál, hogy azokat az utasokat tudja kifizetni, akik itthon maradtak, de már befizették a utazásra a költségeket, előleget. Viszont azokra az utasokra, akik már kiutaztak, minden utasra az utazási irodának kell, vagy utazás szervezőnek, mert most már ezt a kifejezést használjuk, kell úgynevezett felelősségbiztosítást kötni, ami nem csak arra szolgál, hogy hazahozza az utast, hanem arra is, hogyha pár napot ott kint kell tartózkodnia, mert nem pluszba. Akkor az ottani ellátás, szállás, egyéb költségeket is ebből a kötelező felelősségbiztosításból kell, hogy fedezze az utazásszervező. De felhívom az utasok figyelmét, a fogyasztók figyelmét, hogy ne tévessze meg őket, hogy itt biztosításról beszélünk. Mindenképpen nem az utasbiztosítás, tehát ne sajnáljuk azt az összeget, amit egy utasbiztosításra mindenképpen kössünk, amikor utazási irodán keresztül utazásszervezővel, utazásközvetítővel. De tegyük hozzá akkor is, hogyha magán utakat abban szervezünk. Az esetben is, mert bár az Európai Unióba, ha utazunk, akkor ott az egészségbiztosítás bizonyos fontig érvényes, a magyar egészségbiztosítás, de azért, ha történik, ne adj Isten, egy baleset vagy bármi, azért egy külföldi orvosi ellátás nagyon sokba kerülhet, holott, ha van egy utasbiztosításunk, akkor ezeket ugyanolyan feltételekkel meg tudjuk úszni, mintha Magyarországon történt volna. Ez a jogszabálymódosítás mennyire váltja ki azt, hogy utasként célszerű lenne meggyőződnöm arról, hogy mennyire stabil az az utazásszervező, akár pénzügyileg, vagy egyáltalán a működése mennyire jogszerű, nem fogok-e kint ragadni, például lesz-e, aki hazahoz? Igen, hát mindenképpen ajánlott, hogy még mielőtt utast választunk, akkor előtte, ha kinéztük az utazás szervezőt, akkor bizonyosodjunk meg arról, hogy valóban jogszerűen működő utazás szervezőről vagy utazás közvetítőről van ez szó. Van egy ilyen nyilvántartás, ami interneten elérhető, és csak azokkal az utazás szervezőkkel kössünk szerződést, menjünk külföldre, akik ebben a nyilvántartásban szerepelnek, hisz így van lehetünk biztosak abban, hogy a legkevesebb problémával sikerül az utat megúsznunk. Mi történik, hogyha megvásároltuk az utazást, kimegyünk, és nem azt kaptuk, amire számítottunk? Hát először is azonnal jeleznünk kell azt, hogyha bármiféle panaszunk van. A mai digitális világban, amikor az okostelefon ott van a zsebünkben, ez már nem jelent problémát. Mindenképpen az utazás szervezővel kell közölni, vagy ha utazás közvetítőn keresztül mentünk ki, akkor az utazás közvetítőnek. Ha az utazási szerződésnek egyébként része, hogy az elérhetőségeket kell, hogy közöljék az utassal. A nagyobb utazási irodák 24 órás elérhetőséget biztosítanak az utasok részére. Ha van kint helyben idegenvezető vagy képviselője az utazás szervezőnek, akkor vele kell felvennünk a kapcsolatot. Ő az első lépés. Amennyiben nem lehetséges, akkor a helyi szolgáltatóval, a szállodával kell felvennünk a kapcsolatot. És ha megoldódik a problémánk azonnal, mondjuk kicserélik a szobát, amiben esetleg valami elromlott, akkor nincs gond. De ha nem oldódik meg a problémánk, akkor mindenképpen dokumentálnunk kell ezt. Jegyzőkönyvet kell felvennie a kint lévő képviselőnek, illetve jegyzőkönyvet kell felvetetnünk a szolgáltatóval, a szállodával például, de ha ez nem lehetséges, akkor próbáljuk meg a kinti utasokkal mi magunk egy ilyen jegyzőkönyvet felvenni és velük aláirattatni, illetve az a legcélra vezetőbb, ha mindezt dokumentáljuk fényképes vagy videó anyaggal, és akkor ha a helyben nem intőződik el a panaszunk, akkor hazaérve azonnal jelezzük a szerződésben szereplő utazás szervezővel, és amennyiben ő nem oldja meg a problémánkat, abban az esetben fordulhatnak a békeltető testülethez. De ami nagyon fontos, hogy lehetőség van az új jogszabály, említett jogszabály szerint már arra, hogy amennyiben odakint
nem oldják meg a problémánkat, például egy olyan szoba került számunkra kiutalásra, amibe lakhatni nem lehet, és a szálloda nem tud számunkra másikat biztosítani. Abban az esetben jogunk van ahhoz, hogy másik szállodába foglaljunk szállást, és a különbséget az utazási irodával utólag kifizettessük. Nyilván ezt teljes mértékben dokumentálni kell, bizonyítani kell azt, hogy valóban nem került rá sor, hogy a panaszunkat helyben intézzék. Tehát nem csak az van, hogy egész más elvárásokkal érkeztünk meg, mint ami a tényleges szerződésben van, és nem tetszik a dolog, akkor gyorsan veszünk egy három osztállyal jobb minőségű szállodába a kis szobát. Tehát nem erről szól, hanem ténylegesen, amikor valóban jogos a probléma, és nem oldják meg azonnal. Görömbölyné dr. Balmasz Katalin, köszönjük szépen, hogy mindezeket megosztotta velünk. Én köszönöm a lehetőséget.